Ezek a koronás park látványtervei. A Volt Vidám Park területén megvalósuló beruházáshoz 350 millió forintra pályázott a város, és el is nyerte az összeget. A szárazréti szociális városrehabilitációhoz benyújtott pályázat is 100%-os támogatottságot nyerte a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázatán. Itt összesen 1,2 milliárd forintnyi fejlesztés valósul meg a közeljövőben. Koronás park, illetve a szociális városrehabilitációs pályázat. A jövő év tavaszára, nyarára mindkét fejlesztés elkészülhet, mondta Székesfehérvár polgármestere. A lehető leggyorsabban szeretnénk elindítani a közbeszerzési eljárásokat, hogy minél hamarabb mind a két beruházás megvalósuljon. Vannak olyan határidők, amit a város vállalt. Én azt gondolom, hogy 2014 tavasza és nyara lehet az az időpont, amikor ezeket a fejlesztéseket át lehet adni. A támogatási szerződések aláírására néhány héten belül sor kerül. A támogatási intenzitás pedig 100%, tehát ez azt jelenti, hogy a városnak ehhez saját erőt pluszban nem kell hozzátennie, hanem a teljes beruházás uniós forrásokból fog megvalósulni. Én egyetlen gondolatot emelnék ki, az összefogás erejét. A tények és a számok önmagukért beszélnek, mondta a sajtótájékoztatón Varga Tamás. Az államtitkára a pályázatok kapcsán létrejött összefogás jelentőségét hangsúlyozta. Székesfehérvár önkormányzati képviselői, Székesfehérvár polgármestere, az országgyűlési képviselők összefogásának eredményeképpen valósulhat meg ez a két fejlesztés. A Fejér megyei közgyűlés elnöke szerint az is fontos, hogy mivel mindkét pályázat 100%-ban támogatott, a fejlesztések nem terhelik a város költségvetését. Önerőre nem lesz szükség, ezáltal olyan fejlesztési pénzek felszabadulhatnak, melyeket más egyéb lakosság igényekre tud város polgármestere és a képviselőtestülete költeni. Mindennek van egy előkészítési szakasza. A pályázatnak köszönhetően egyebek mellett Szárazrét összes utcáját felújítják, valamint egy közösségi házat hoznak létre az iskola mögötti területen, de térfigyelő kamerarendszer is lesz, mondta el a terület önkormányzati képviselője Szigli István. Gyóni András a másik érintett terület önkormányzati képviselője. Mint elmondta, örömteli, hogy a város azon csúnya foltja, amivé a Volt Vidám Park alakult, megszépül majd.